Üdvözlöm a kedves nézőket! A Vacspino csatornája egy új top 10-es videóval jelentkezik, ami a top 10 magyar Forma 1-es kommentárokhoz fog fűződni. Itt nem rajtolt rosszul Massa se, félreértés ne essék, de egyszerűen nem tudott mit kezdeni. Ezzel két fiú van. Na itt vannak az egyenesben, ahogy ez várható volt, az egyenesben Massa megpróbálja. Massa megpróbál elmenni neki, most mindent rátekert az autóra, de belső íven van Hamilton, és ott is tartja az autót, ott is tartja Hamilton! Hát ugyanazt csinálja, mint a rajtnál! Hát lassabb az autója, elképesztően jó taktikával, közben Raikkonen is megérkezett. Itt a gyors rész, amit mondtam, a gyors rész, erre a Ferrari pokolian gyors. Viszont jön a technikás rész, és nem tud mit csinálni Hamiltonnal. Most megint meg fogja próbálni, Massa megpróbálja, és betette az autót, és Hamilton visszaelőz! Hát anya beteg! Hát gyönyörű, és jön Raikkonen is! Itt mondok. Hát ezek az ezred másodpercek, ezek nem létező különbségek, a kompjúter tudja mérni, semmilyen más dolog, 32.490, 39 ezred másodperccel van hátrébb Mihály Schumacher, 43 ezreddel volt előtte, Häkkinen, hogy néz? Egészen minimális kis különbség továbbra is, és akkor visszakérdenék ahhoz a gondolathoz, szóval, hogy ők ketten javítanak minden csúcson, szinte minden pályán, az elmúlt 6 versenyből 5 helyen javították meg a körrekordot, szenzációsan megy minimálisan, mert mindenki a Häkkinen, és ez a kitűnő technika, ez a kitűnő eredmény megmutatkozik most is itt a japán nagydíj időmérő edzésén, majd a második mérési pont után egy kicsit okosabbak leszünk, az biztos, hogy minimális volt a különbség, de egyelőre úgy tűnik, hogy Häkkinen gyorsabb, ám bár amikor Mihály Schumacher visszaelőzött, akkor is lassabb volt az első mérési pontnál, nézzük a másodikat, 1.15.327, Mihály Schumacher már gyorsabb 12 ezreddel, hihetetlen! Mit művelnek itt ma? Mit művelnek? És jön Häkkinen, nem várja meg a végét. Látta ezt a 12 ezred másodpercet, és jön ki a pályára Mika Häkkinen, és érkezik a célegyeneshez Schumacher, 1.35.834, vajon megvan? 9 ezred! 9 ezred! Kérem szépen, az egy hangyabokányi, vagy lehet, hogy egy tücsök hegedűnyi. Az is elképzelhető, hogy kislábújnyi, de nagyon pici különbség. Az biztos. Eldöntendő. De ez egy kitűnő verseny volt ideig. Szerintem az év egyik legjobb versenye. Abszolút. És jön Alonso! Hogy te hogy jön? Hát te mit csinált? Hát Webber elaludt. És hogy vette ezt észre? Atya Isten. Jobbosban leterelt őt Sutil. Alonso fedélzeti kamerájából látjuk az eseményeket. Úgy van. Azt a mindenit, te komoly reflexel fogta meg! Nem engedi, legalábbis megpróbálja nem engedni. Nézd meg, mindenhol körbeautózza a száraz. Hát ez hihetetlen, annyi esze van, hogy azt elmondani nem tudom. Mert megy le a gumiról, és ott van mögötte, és a célegyenes végén most belül van Massa, nem fog tudni elfordulni Alonso, mert Massa tartja a pozícióját, de beesik Alonso, és kívülről be fog jönni, jaj, de nem jött be! Hát hihetetlen, hogy mit művelnek! Barrichello mellé, Alonso, ott van Alonso! Barrichello megpróbálja kívülről körbeautózni Alonso, ott van Schumacher nyakán, és Barrichello lezár! A két Ferrari egymás mellett, Barrichello kicsúszik, Alonso eljön Barrichello mellett! És a füvön! Massa és Kubica! Kivezeti Kubicát, és Kubica visszajön, és belül visszaelőz! Azt a mindenit mit csinál Massa! És Kovalainen lett a második. Massa és Kubica belül tartja a ráfordítónál, és most ő vezeti ki Massát! Hát mit művelnek, és Massa visszajön elé! És Massa visszajön! Hát ez gyönyörű! Azt a két agya mentett!
csúnyán egymás torkának estek. Pácska! Egy ember a pályán! Hát vigyék már onnan! Hát vigyék onnan! Hát Jézus Mária! Úristen! Nem lesz több angol nagydíj! Ilyen nincs! És fogja a szöget, a itt rövidet fékezett, azt a mindenét! Kapott az autó, hát nem igaz, hát ez nem rally autó, szóljanak már neki! A hosszú gyors kanyarba fog elmenni, figyeld meg, mert nem fog tapadni az autó. Egy picit vissza kell vennie a Vettelnek, és körbe fogja autózni. Vettelnek annyi. Már nézek, alig tudja az éven tartani. Igen. Á, vége. Csúszik le, nézd meg, csúszik le, nem tapad be az autó, és itt körbeautózza! Itt jön, és kívülről körbe fogja autózni! És meg is jön! És meg is jön! És kívülről, és leszakad az autó, és mind a kettőnek vége! Hát nem hiszem el! Jensen Button nyert! Vettel versenyének vége! És Kubica jön első vezetőszár nélkül, és Vettel is jön, de nem tudja kordába tartani az autót, és Kubica is oda csapja! Hát elképesztő! Hát elképesztő! Bejön a safety car, és mögötte fognak befutni! Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a top 10-es videót is!